Országszerte összesen 44 ezer hetedikes lány kaphat ményakrák elleni védőoltást idén. A szülőknek szeptember 11-ig kell jelezniük az iskolában. Ahhoz, hogy a védettség kialakuljon, két oltásra van szükség, 6 hónap különbséggel. Az oltóanyag első adagját 2015. októberében, a másodikat pedig 2016 tavaszán kapják majd meg az érintettek. Tavaly már országosan 38 ezeren választották az ingyenes vakcinát. Felhívnám ezért a kedves szülők figyelmét, hogy mivel tavaly indult, és még nem ismert egészen ennek a felhasználhatósága, illetve az igényelhetősége, éljenek a lehetőséggel, hiszen az oltóanyag beszerzése amúgy igen költséges lenne, de így ingyenesen a részükre biztosítva tegyék lehetővé, hogy a gyermekeik védettséget szerezzenek. Magyarországon évente átlagosan mintegy 1500 új ményakrákos beteget diagnosztizálnak. A statisztikai adatok alapján ez a második leggyakoribb daganatos megbetegedés a 15 és a 44 éves nők körében. Sajnos van egy olyan tendencia, és már az interneten, akik ez ellen vannak, hogy nem kéne ezt az oltást megadni. Hát én azt tudom mondani, hogy ma Magyarországon több mint 400 nő hal meg ebbe a betegségbe. Több mint 1000 betegszik meg. Ha ezt az oltást 100%-ban megkapná mindenki, és mindenki oltott lenne, akinél ményakrák kialakulna, ez a szám 40 alá csökkenhetne. A fiatalkorban beadott védőoltás 93%-ban nyújt védelmet, de 20-30 éves kor után is 65%-os lehet a védettség. Az osztályvezető főorvos azonban hozzátette, a vakcina beadása után is javasolt a rendszeres rákszűrés.